Nem vezetik be augusztus 1 a kibővített buszmenetrendet, mely nagyjából 400 millió forint többlet kiadást jelentene a város számára évente. A döntésről Cserpalkovics András az Instagramon tartott fogadó Ryan számolt be, jelezve az ok prózai, az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt jelenleg nem teszi lehetővé. A polgármester hozzátette, most az a cél, hogy 2023. január 1-ével induljon el az új buszmenetrend, már amennyiben ezt a gazdasági körülmények engedik. Jó hírről is be tudott számolni a városvezető. Cserpalkovics András egy kérdésre válaszolva elmondta, várhatóan júliusban jön az első kettő elektromos busz, utána fokozatosan a többi tíz. De szó esett arról is, hogy előre haladott tárgyalásokat folytat az önkormányzat e-bicikli hálózatügyben a lájmosokkal, akik elindítanák ezt a szolgáltatást Fehérváron. A pláza bővítéssel kapcsolatban pedig kiderült, hogy a tulajdonos bemutatta már a terveket, melyek biztatóak. Új emelettel bővül majd a mostani épület a Murvás parkoló helyén 1700 parkolóhelyes garázs épül, egyben egy vásárcsarnokkal. Legkorábban jövőre indulhat el az építkezés, ami körülbelül kettő-kettő fél évig tart majd.